A mérkőzés előtt elmondta, hogy a szerződés hosszabbításról még nem tárgyaltak, de alig ha kell annál jobb visszajelzés, mint hogy egy ötödik hely után feldobálják a levegőbe a játékosok. Milyen volt a magaslati levegő? Hát én azt gondolom, hogy elsősorban ez a mai mérkőzés volt nekünk nagyon fontos, épp azért, mert én úgy gondolom, hogy egész évben jó munkát végeztünk. Ugye az is elmondható, hogy nem voltak kiesési gondjai ennek a csapatnak egész évben, és ezzel a mai mérkőzéssel megkoronáztuk a teljesítményünket, egy olyan csapatot tudtunk megverni, aki az elmúlt időszakban rengeteg gólt rúgott. Én azt mondom, hogy ez a csapat megérdemli ezt a helyezést, mert sokat dolgoztak, sokat dolgoztunk a kollégákkal ebben az évben, én azt hiszem, hogy megérdemlik ők is a gratulációt, valamint a kiszolgáló személyzet, aki minden megtette azért, hogy jó körülmények között tudjunk dolgozni. Az összes szerzett gól egy hatodát a mai mérkőzésen szerezte a Kisvárda. Ugye korábban azt mondta, hogy minőségbeli problémák vannak a gólszerzésben, ezért nem sikerül ennél több gólt lőni, noha a helyzetek megvannak. Mi az, ami most a mai mérkőzésre változott minőségben? Én azt gondolom, hogy nyomás alatt nem tudtunk annyira teljesíteni az elmúlt időszakban, mint ahogy kellett volna, és ez a mai mérkőzés mutatta azt, hogy felszabadultan, nagy önbizalommal játszottunk, függetlenül attól, hogy azt kértem a csapattól, hogy a védekezésünk legyen rendben, ma mennyire lehet próbáljuk meg lehozni kapott gól nélkül ezt a mérkőzést, és a kontrákra építettük a játékot. Én azt gondolom, hogy ez a mai mérkőzésen bejött rengeteg. Olyan kontraszituáció volt, amiből gólokat is szereztünk, és én azt mondom, hogy a mai napon tényleg maximálisan megtett mindenki mindent azért, hogy ez a mérkőzés ilyen eredménnyel záruljon. Ezzel a mérkőzéssel a háta mögött, no meg az ötödik helyen elég jó pozícióban ülhet le tárgyalni, ha esetleg a jövőről tárgyalnak. Milyen hosszú távra tervezne itt Kisvárdán? Hát én megmondom őszintén, egyelőre még ezen nem gondolkoztam. Majd az a jövő zenéje, hogy mi fog történni. De szívesen folytatná itt a munkát? Ezt még le kell ülni és át kell beszélni. Az már a forduló előtt biztos volt, hogy a Paks a negyedik helyen végez a bajnokságban, ami megsüvegelendő teljesítmény, de a hét közben lehetett már érezni a csapaton, hogy a játékosok ennyire elengedték ezt a szezont? Lehetett érezni, már a bemelegítésnél is éreztük, hogy ennek ilyen edzőmeccs jellege lesz, csak az a bosszantó benne, hogy el kellett ezért jönni a világ végére. De sokkal motiváltabb volt, és presztízs csinált belőle a Kisvárda, abszolút megérdemelten nyertek ilyen arányban is. Igen, több olyan játékosnak adtam lehetőséget, akik kevesebbet játszottak az utóbbi időben, de a hozzáállásuk miatt megérdemelték azt, hogy pályára lépjenek. Hát ez nem sikerült ma a legjobban, de azt gondolom, és emiatt azt gondolom, hogy én is benne vagyok, mert én is elengedtem ezt a meccset. Az mondjuk megszokott, hogy az utolsó fordulóban nagyobb a meccsenkénti gólátlag, de a szezon alapján azt talán kevesen gondolták, hogy a Paks mérkőzésén ilyen felállásban lesz majd sok gólos ez a mérkőzés. Akkor ezek szerint a teljes, már a mérkőzés előtt eldőlt, hogy itt nem a Paks fog 5-6 gólt rúgni, hanem ellen. Hát a mérkőzés előtt nem dőlt el, mert lehetett volna játszani, tehát olyan elemi hibákkal szerintem az 5-ből 3-4-szer mi indítottuk az ellenfelet, sőt volt olyan, hogy a szögletet direktbe oda passzoltuk az ellenfélnek, hogy kontrázzanak, de koncentráltak voltunk, és azt hiszem, hogy ennek azért voltak előjelei, elsősorban az, amit mondtál, hogy számunkra eldőlt minden az előző fordulóban. Azért összességében az egész szezonnal egyáltalán nem lehet elégedetlen, különösen attól kezdve, hogy átvette a Paksot. Lehet-e elkezdeni tervezni már a következő szezonra, hiszen a hírek szerint a szezon végén lejár az önszerződése is? Gyakorlatilag folytatjuk a közös munkát, ebben már megegyeztünk. Igen, lehet tervezni, és kell is tervezni. Én azt gondolom, hogy értékes társaság a miénk, tehát nyilván nem a mai volt az igazi valós kép ennek a csapatnak, hanem a bajnokságban nem véletlen lőttek 76 gólt. Én azt gondolom, hogy valami hasonlóra készülhetünk a következő szezonban is. Gratulálok a 3 gólpasszhoz. A hírek szerint a hét elején még érettségiztél. Hogy hatott a játékodra? Mert a játékod elég érett volt egyébként. Igen. A hét elején nem tudtam a csapattal készülni, de amint végeztem a vizsgákkal, utána bekapcsoltam a munkába, és szerencsére bizalmat szavaztak nekem. Úgyhogy azt gondolom, hogy összességében egy nagyszerű befejezése volt a szezonnak, hiszen mondhatjuk, hogy történelmi sikert éltünk el ebben a kisvárdai életben. Mi sikerült jobban, az érettségi vagy a mai mérkőzés? Remélem, hogy mind a kettő. Illetve a mérkőzés az biztos, hogy jól sikerült, hiszen ennél jobban szerintem nem tudtuk volna kihasználni a lehetőségeinket. Bár még így is maradt benne szerintem. Úgyhogy 32 meccs alatt nem bírtatok olyan hatékonyan támadni, mint a mai mérkőzésen.
Talán az is benne lehet, hogy ugye ez a mérkőzés idézőjelben már tét nélküli volt, hiszen bebiztosítottuk az ötödik helyet. És szerettünk volna szépen búcsúzni a szurkolóktól itt az utolsó fordulóban. A következő szezonra milyen terveitek lehetnek, hogyha ezt a formát sikerül átmenteni? Hát egy ilyen szezon után azt gondolom, hogy minimum az ötödik hely, úgyhogy ezt szerint is fogunk készülni majd. Az egyetlen paksi gólt te szerezted, ehhez gratulálok, de hát nyilván ez sovány vigasz. Mi az, ami miatt ennyire fásultan kezdte a mérkőzést, és játszotta le szinte végig a paks? Hát mentségeket nem szeretnék keresni, nyilván ez a, ugye, hogy ezen a meccsen igazából nagyjából nem úgy semmi, sajnos ez látszott rajtunk, nem tudom megmagyarázni, ugyan készítünk, mint minden meccsre. Első fél idővel intéztük saját magunkat, úgyhogy saját magunknak köszönhetjük ezt. Te már akkor szálltál be, amikor ennek, hogy mondjam, sok lehetőségetek már nem volt arra, hogy megfordítsátok ezt a mérkőzést. Milyen volt ilyen lelki állapotban beszállni, illetve a szünetben milyen hangulatban próbálta meg felrázni a mester a csapatot? Hát amit mondta, ugye fél időben, amikor Bál ilyenkor azért nagyon nehéz hozzátenni, próbálkoztunk, úgy voltunk fel, hogy abban a fél időben, hogy ezt letudtuk, a másik fél időben próbáljuk megnyerni, az ugye az egy-egy lett, de sokat már nem tudtunk változtatni, ez sajnos az első fél időben eldőtt. Nyilván ilyenkor azért küld be az edző, próbáld a mérkőzés folyamatát ugye megfordítani, vagy legalább ne legyen csúnya a vége. Ezen próbálkoztunk kozmetikázni, hát annyira nem sikerült. A szezon összességében azért nem így nézett ki, ahogy ez a mai mérkőzés. Még így is, hogy egy ilyen meccsel zártok, milyen a szájéz ennek a szezonnak a végén? Hát nyilván most ugye friss az élmény, most szégyeljük magunkat, azért ez nem volt ez a szezonhoz méltó lezárás. Nyilván majd holnap meg holnap után, mikor kicsit lelepedik az emberbe, akkor azt mondom, hogy ahogyan elindultunk, ugye sajnos késő zónában voltunk onnan, vagy ahhoz képest le a kalappal a csapat előtt, de mint mondtam, még annyira friss a dolog, hogy most inkább a szégyenérzet van bennünk. Április hónap játékosa Hán János lett a Paks játékosa, ráadásul a szezon végén gólkirályi címet is ünnepelhetsz. Összességében milyen ez a szezon és az áprilisi hónapodra, hogyan emlékszel vissza? Összességében nagyon örülök. Az április hónap nem csak nekem, a csapatnak egy nagyon jó hónap volt, ott biztosítottuk be a negyedik helyünket. Most feltétlenül annyira nem vagyok boldog a mai mérkőzés miatt, de az egész szezont kell néznünk, és ez a negyedik hely szerintem reális, sőt, akár erőfelül is teljesítettünk. Külön az egyéniaknak nagyon hálás vagyok, de mondom, most úgy nem tudok felhőtlenül boldog lenni. Nyilván egy 5-1-es vereség után nehéz az embernek mosolyogva vagy boldogan értékelni, de hogyha félretesszük ezt, hiszen már ezelőtt a meccs előtt biztos volt a negyedik helyetek, és az is gyakorlatilag, hogy te gól király vagy, leszel olyan gól számmal, amivel az elmúlt években senki nem volt képes. Mi az, aminek betudható az, hogy ennyi gólt tudtál szerezni szerinted ebben a szezonban? Természetesen az edzőnek, illetve a játék filozófiának, amit ő hozott ide nekünk, illetve a csapattársaknak, akik, hogyha megnézzük a szezonomat, az egész szezonunkat, rengeteg olyan labdát adtak, amik igazából könnyebb volt berúgni. Összességében ennek köszönhetem, ennek a támadó focinak, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok. Elképzelted már magad, ahogy mondjuk a Puskás Arénában 80 ezer néző, vagy 60 ezer néző előtt mondjuk a franciák vagy a portugálok ellen kifutsz a pályára? Nyilván ez egy nagyon jó élmény lenne, meg elképzeli az ember, meg álmodozik róla, de előtte még van egy összetartás, egy 2-2.5 hét, én ott szeretnék elsősorban bizonyítani, mindent meg fogok tenni, hogy a szűk keretbe is bekerüljek, de azért az már egy nehezebb feladat. Nyilván Marco Rossi játékszisztémája, játékfilozófiája nem ugyanaz, amelyik Bognár Györgyöt jellemzi. Beszéltél már vele, hogy mire lenne szükség tőled ahhoz, hogy bent maradj a szűkített keretben is? Még nem. Nagyjából azért tisztában vagyok, hogy franciák, portugálok, németek ellen nem azt a focit kell játszanunk, hogy letámadjuk őket, és mi majd pressingelünk. Tisztában vagyok vele, meg követtem a magyar válogatottat az elmúlt években. Nagyon sokat fejlődött szerintem, és remélem tudok vele azonosulni, és mindent meg fog tenni, hogy jól sikerüljön. Ha tisztában vagy, meg követted, nyilván látod azt is, hogy neked hol lenne a helyed ebben a magyar válogatottban. Mi az a szerepkör, mi az a pozíció, amit Rossi szisztémájában és ezekkel a játékos társakkal hozzá tudnál tenni? Hát igazából a center pozícióba érzem most otthonosan magamat, de igazából majd az edzőnek a feladata lesz ezt eldönteni, hogy számít rám. Én megpróbálok 100%-ot nyújtani, mindent beleadni, és akkor remélem nem okozok csalódást.